És felkelvén azok, akik a zsinagógában voltak, kiűzték Jézust a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Lukács 4:29. Tanítás, prédikálás, és gyógyítás. Jézus mondott nekem egyszer valamit, ami megdöbbentett. Ha úgy szolgáltam volna, ahogy az emberek gondolják, akkor ahelyett, hogy miután beértem Názáretbe, csak néhány embert gyógyítottam volna meg, aztán kikergettek volna a városból, pontosan ez történt, sőt, ha tudták volna, megölték volna Jézust, és ledobták volna őt a kőszikláról. Összehívtam volna az embereket, beleértve Názáret vezetőit is, és azt mondtam volna nekik, Állítsatok elém hat teljesen vak embert! Az orvosok is meg fogják vizsgálni őket, hogy igazolják, hogy teljesen vakok. Azután hat süketnéma emberrel is megcsináltam volna ugyanezt, majd kerestem volna hat béna embert is, hogy őket is megvizsgáltassam. Azután pedig mindenki szeme láttára meggyógyítottam volna ezeket az embereket, hogy bebizonyítsam, ki vagyok. Én azonban nem így szolgáltam, folytatta Jézus. És tőled sem ilyen szolgálatot várok. Én tanítottam, prédikáltam és gyógyítottam azok, akik nem fogadták el a tanítást és a prédikálást, nem gyógyultak meg. Mi azt képzeltük, hogy azok is meggyógyultak. A legtöbb ember elmegy gyógyulásért egy összejövetelre, de nem akar odafigyelni Isten igéjének a tanítására, vagy prédikálására. Isten nem így dolgozik. Ő az igével összhangban munkálkodik, az igéjébe vetett hitáltal, ez a hit pedig Isten igéjének a hallásából és az újra hallásából származik. Róma 10.17 megvallás. Figyelmet fordítok Isten igéjére. Megszívlelem az igét, amit hallok, és összhangba hozom az életemet azzal, mert így láthatok eredményeket. Isten igéje kijelenti hogy Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultam. Ezt az igét befogadtam a szívemben, és ezért meglátom a gyógyulást a testemben. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő árad ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda érintette meg az én ruháimat. Márk 5.30 Isten ereje tapintható. Isten ma is elérhető az emberek számára? Igen, ő ma is elérhető. Isten ereje ma már kevésbé elérhető? Nem. Ő nem vonta meg az erejét tőlünk. Isten ereje ma is elérhető. John G. Lake azt mondta, azoknak az embereknek, akik nem ismerik a gyógyító szolgálatot, a világ egyik legnehezebb dolga megérteni, hogy Isten ereje tapintható, valóságos és élő anyag. Ugyanolyan valóságos, mint az elektromosság vagy más természeti erő. Sőt, jóval több ezeknél az élet alapelve ami fenntartja az életet a világ minden pontján. Doktor Lék így folytatta. Ha meg tudnánk értetni a világgal Isten szellemének hatalmas élet erejét, vagy Isten gyógyító erejét, akkor az emberek rájönnének. A gyógyulás nem csak a hitnek és Isten kegyelmének a megnyilvánulása, hanem Isten erejének a tökéletesen tudományos alkalmazása az emberek szükségeire. Isten ereje ugyanolyan tapintható, mint az elektromosság. Meg lehet fogni, és át lehet adni másoknak is. A hités az ima hatására Istentől kapjuk, és feltöltődik vele a személyiségünk. Megvallás. A hités az ima segítségével Megkapom Isten gyógyító erejét. Ezzel a gyógyító erővel másoknak is szolgálni tudok. Isten rendkívüli csodákat tett pál keze által. Abcsel 19.11 Felkenve erővel Tanulhatunk valamit az Úr Jézus Krisztus és pálapostól szolgálatából. Figyeljük meg az Abcsel 19.11-et, és az apcsel, 10.38-at. Milyen hasonlóság van? Az abcsel 19.11. 12-ben azt olvassuk. Isten rendkívüli csodákat tett pál keze által. Annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Az apcsel 10.38-ban ez áll. Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust szent szellemmel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Sok ember felületesen olvassa ezeket az ige verseket, és azt mondja, igen, de ez Jézus és Pál volt. Jézus Isten fia, Pál pedig apostol volt. Ők az egészet félreértelmezik, értelmezik, és úgy vélik, ez ma már nem történhet meg, mert nem vagyok sem Jézus, sem apostol. Figyeljük meg azonban! Ezek a versek nem arról számolnak be, hogy Jézus és Pál apostol tettek valamit, hanem arról, hogy Isten cselekedett. Isten kente fel a názáreti Jézust. Azután pedig Jézus tett valamit a kapott kenetével. Isten különleges csodákat vitt véghez Pálapostól kezei által. Szerinted hogyan tette meg ezeket a csodákat Pál kezei által? Hát ugyanúgy. Őt is felkente erővel. Amikor Pál a szövet darabokra tette a kezeit, azok Isten erejének az akkumulátoraivá váltak, úgymond. Azután, amikor a betegek testére helyezték ezeket, ez az erő a testükbe áradt. A betegségek pedig eltávoztak tőlük, és a gonosz szellemek is kimentek belőlük. Isten ma is felken férfiakat és nőket gyógyító erővel, hittel pedig bárki átveheti ezt a kenetet. Megvallás. Isten felkente Jézust. Ő pedig tett valamit ezzel a kenettel. Isten felkente Pált apostolt is, és ő is tett valamit ezzel a kenettel. A kenet Isten gyógyító ereje, mindenki számára elérhető. Így most számomra is. Aki pedig minket tiveletek egybe, Krisztusban megerősít, és megken minket, az Isten az. 2. Korintus 1:21 Egy kendő Isten erejével telve emlékszem egy nőre, aki részt vett Smith egyik összejövetelén, amikor ő utoljára járt az Egyesült Államokban. A nő tudta, hogy Wigglesworth Isten embere. Nyilvánvaló volt, hogy Istentől kenetteljes teljes erőt kapott. Az összejövetel után Wiglesworth visszatért a hazájába, Angliába. Egy bő évvel később kiderült, hogy ennek az asszonynak rákja van. Mire felismerték a betegséget, természetes nézőpontból már túl késő volt. Orvosilag már semmit sem tehettek ellene. A nő végül a nővére otthonában ágyba kényszerült. Úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot az Isten gyülekezetével Springfieldben, Missouri államban, hogy megkérdezze tőlük Wiglesworth angliai címét levelet írt neki, és a levél mellé egy zsebkendőt is küldött. Megkérte őt, hogy tegye rá a kezét a kendőre. Amikor Wiglesworth megkapta a levelet, rátette a kezét a kendőre, és visszaküldte Amerikába. Amikor a postás átadta a küldeményt, benne a kendővel, az asszony testvére berohant a nő szobájába, rátette a kendőt az éjeli szekrényre, és felolvasta a mellékelt utasításokat. Hívják össze a családban az összes hívő embert, azokat, akik hisznek az isteni gyógyulásban, és Isten erejében. Miután rátették ezt a kendőt a beteg nőre, mindenki hittel vallja meg a gyógyulását. Azután pedig kezdjék el dicsérni Istent az ágyhoz kötött rákos nő gyógyulásáért. Megvallás. Isten ereje minden betegséget kiűz. Ahogy alkalmazom Isten gyógyító erejét a testemre, minden betegségnek mennie kell. Elálmélkodtak pedig mindannyian az Istennek nagyságos erején. Lukács 943. Isten ereje működés közben. A beteg nő testvére a kezébe vette a kendőt, és letette a testvére feje mellé a párnára. Azután behívta a szobába a nő férjét is, aki rajtuk kívül az egyetlen hívő volt a házban. A nő férje odakint szerelte az autót. A keze olajos volt, így eltelt egy kis idő, mire kezet mosott. Mi alatt kezet mosott, hallották, hogy valaki ugrál és kiáltozik a ház túlsó részén tudták, hogy nem lehet a beteg, mert ő ágyban fekszik. Nem tudott felkelni az ágyból, mert teljesen tehetetlen volt. Rohanni kezdtek a hangok irányába, és meglátták, hogy a nő ugrándozik és dicséri Istent a szobában. Azt kiáltozta, meggyógyultam, Meggyógyultam! Meggyógyultam! És meg is gyógyult. Két évvel később is egészséges volt. A testvére elcsodálkozott. Mi történt? A nő azt felelte. Rögtön, azután, hogy elhagytad a szobám, éreztem, hogy valami kiárad a kendőből a fejemre. Olyan érzés volt, mint egy forró bizsergés. Egy darabig áradt a fejemre, azután végighaladt a testemen, egészen a lábfejemig. Minden fájdalmam és tünetem megszűnt. megvallás. Elhiszem Isten igéjét, amelyben ez áll. A kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. annyira hogy a betegekhez is elvitték pál testéről a keszkenőket, vagy kötényeket és eltávoztak azoktól a betegségek és a gonosz szellemek is kimentek belőlük. Apcsel 19:12. Öt kendő Isten erejével töltve az egyik éves tábori találkozónkon egy luteránus pásztor is részt vett Nebraszkából. Ő és a felesége betöltekeztek már szent szellemmel, a gyülekezetükből pedig több tag is karizmatikussá vált. Így minnyájan eljöttek a tábori találkozónkra. A pásztor öt zsebkendőt hozott magával, és letette ezeket az emelvényre. Öt beteg ember volt a gyülekezetében. Isten gyógyító erejével rátettem a kezem a kendőkre. Amikor véget ért az összejövetel, a luteránus pásztor felesége Előre jött, hogy magához vegye a kendőket. Minden kendőre rátűzött egy-egy nevet. Amikor a kendőkért nyúlt, érezte, hogy valami kiárad belőlük. Ez megrémisztette, és visszahőkölt. Később elmondta, olyan érzést keltett, mint az elektromosság. A férje mellette állt, és megkérdezte tőle: Mi a gond? A nő elfehéredett, és azt felelte: Nem tudom, nem értem. Nyúltam a kendőkért, és valami a karomba áradt belőlük, ami olyan volt, mint az áramütés. A luteránus pásztor tovább kérdezte. Nem hallottad, mit mondott Hegin testvér? Ez Isten gyógyító ereje. Megfogta a kendőket és hazavitte. A gyülekezetében mind az öt betegnek egy-egy kendőt adott, és mind az öten meggyógyultak. Ma is azt kellene elvárnunk, hogy ugyanazok megtörténjenek, mint a Biblia idejében. Isten ereje ma is ugyanaz. Tudod, a gyülekezet, Jézus és a korai egyház idejére száműzte a gyógyító kenetet. Azt mondták, hát Jézus ezt meg tudta tenni. Ő Isten fia volt. Pál is meg tudta tenni, mert ő apostol volt. Mi a helyzet azonban Istennel? Ő ma is ugyanaz? Igen. Ő sosem változik, és ma is gyógyít megvallás. Isten sosem változik meg. Ugyanaz a gyógyító erő, ami a bibliai időkben elérhető volt, az ma is elérhető a számomra. Ez az erő kiűzi a betegséget a testemből. annyira, hogy a betegekhez is elvitték pál testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Abcsel 19.12. Isten ereje két elmét helyreállít. Az 1978-as tábori találkozónkon két nő egy-egy textil zsebkendőt hozott magával, és letette azokat az emelvényre. Az egyik azért hozta a kendőt, hogy elvigye a hatvan éves bácsikájának, akinek 38 éve mentális betegsége volt. Az orvos azt mondta, hogy az intézményben fog meghalni, mert semmilyen kezelésre nem reagál. A nő hazavitte a kendőt az összejövetelről, és odaadta a bácsikájának. Nem mondta meg neki, hogy mi az. A férfi tíz napig hordta magán a kendőt. A tizedik napon hirtelen, egy szempillantás alatt az elméje teljesen kitisztult. Amikor a nő levelet írt nekem, beszámolt róla. Már otthon van. Az orvosok megállapították, hogy épp az elméje, és hazaengedték. A másik nő a testvérének akarta odaadni a kendőt. 28 éves öccse hasonló állapotban volt. Az orvosok azt mondták, nem tudják meggyógyítani. A nő odaadta neki a kendőt, a fiú elméje pedig három napon belül Tökéletesen helyre A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten különleges csodákat tett Pál kezei által. Nos, a kéz része a testnek. Pál rátette a kezét azokra a textil kendőkre, és a kenet pedig átáradt beléjük. Átítatta őket Isten erejével. Azok a textil kendők Isten erejének akkumulátoraivá váltak, úgymond. Amikor a kendőket a betegekre tették, Isten ereje a testükbe áradt. A betegségek eltávoztak tőlük a gonosz szellemek pedig kimentek belőlük. Megvallás Isten ereje nagyobb az ördög erejénél. Isten ereje nagyobb a betegségnél. Isten ereje kiűz mindenféle betegséget a testemből most. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:14. Isten szelleme vezessen. Az egyik összejövetelen, amit 1950. szeptemberében, Oklahomában szerveztem, egy nő lépett oda hozzám, és azt mondta, Hegin testvér. Még sosem voltam ilyen összejövetelen ezelőtt. Még sosem jártam teljes evangéliumi gyülekezetben. Metodista vagyok. Amikor azonban elolvastam az újság hirdetést, Isten szelleme bizonyságot tett bennem arról, hogy el kell jönnöm ide. Azon tűnődtem, folytatta a nő, hogy miért akar az Úr itt látni engem. Ma este azonban, amikor arról beszéltél, hogy az Úr megjelent neked, ő szólt a szívemhez. Ezért akartam, hogy eljöjj. Azt akarom, hogy vigyél egy kendőt a nővérednek. Ennek a nőnek a testvére több évet töltött elmegyógyintézetben, Oklahomában. A hatóságok négy év után kapcsolatba léptek a családtagokkal, és elmondták: Ha egyikük haza tudná vinni a testvérüket, akkor mi fizetnénk ezért. Nem reagál a kezelésekre. Nem tudnak rajta segíteni. Az intézményben szükség van a helyre olyan betegnek, aki reagál az orvosi kezelésre. Annak a nőnek, aki eljött az összejövetelemre, a legfiatalabb huga fogadta be a beteg testvérüket. Megvallás. Isten szelleme vezet engem. Követem a belső bizonyságomat. Tudom, mit és mikor kell tennem. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték pál testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Abcsel 19.12. Egy elme éppé vált. A mentális betegségben szenvedő nő négy évet töltött elmegyógyintézetben, Oklahomában, és újabb három évet a huga otthonában. Az a nő, aki eljött az összejövetelre, megosztotta velem. Mielőtt a testvérem eszét veszítette, mi ketten közelebb álltunk egymáshoz a többi testvérünknél. Miután azonban elment az esze, még csak meg sem látogathattam a legfiatalabb hugunk otthonában. Amikor meglátott engem, rámugrott, mint egy vadállat, és tépni kezdte a ruhám. Csak kívülről a kerítésen keresztül láthattam őt, amikor a hátsó kertben volt. Aztán azt kérte, Hegin testvér, szeretném, ha rátennéd a kezed erre a kendőre. Rendben, feleltem. Holnap este, amikor szolgálni kezdek a betegeknek, ráteszem a kezem. Miután rátettem a kezem a kendőre, ő elvette, megköszönte és hazament. Néhány héttel később ez a metodista nő kiállt a gyülekezet elé, és megkérdezte, hogy tehet-e bizonyságot. Elmondta. Elvittem a kendőt a legifjabb hugunk otthonába. Azt mondtam neki. Szeretném, ha minden nap rátűznéd ezt a kendőt a nővérünk ruhájára, hogy magán viselje. A nővérem tíz napig magán viselte a kendőt, majd hirtelen kitisztult az elméje. A nővérem felhívott, én pedig rohantam hozzá, és amikor beléptem a nappaliba, ahelyett, hogy rám ugrott volna, mint egy vadállat, megölelt, és elmondta, mennyire szeret. Ugyanolyan éppelméjű volt, mint bármelyikünk. Megvallás. Istennek semmi sem lehetetlen. Mindegy, milyen hosszan tart, vagy mennyire lehetetlennek tűnik valami. Isten meg tudja fordítani az adott helyzetet, és a hitem által meg is fordítja. Azon a napon lekerül terhe váladról, és igája nyakadról, a kenet miatt letörik az igája és a Jás 10.27 Isten szellemének kenete Egyszer, amikor kelet-texasban prédikáltam az Isten gyülekezetének egyik közösségében, a pásztor megkérdezte tőlem, Hegin testvér, emlékszel a fiamra? Igen, emlékszem, feleltem. Most kollégista, folytatta. A texasi technikumba jár. Tudod, tizenkét éves kora óta azt más és léguti problémái vannak. Imádkoztam és bőjtöltem. Sokan imádkoztak érte, kézrátétellel is. Az imént hívott ismételten szörnyű rohama volt. Ez itt az egyik zsebkendője, amire szeretném, ha rátennéd a kezed, én pedig elküldöm neki. Rátettem a kezem a kendőre, ő pedig elküldte a srácnak. Évekkel később ugyanennek a pásztornak a gyülekezetében prédikáltam. A fia addigra már végzett az iskolában, és elhelyezkedett az üzleti világban. Nagyon sikeres volt. A pásztor elmondta: Hegény testvér, azóta, hogy magára tette a kendőt, nem voltak azt más problémái többé. Kellett lennie valami összefüggésnek. A fiú Ifjúkora óta ebben az állapotban volt, a betegség azonban azonnal megszűnt. A kettő között van kapcsolat, Isten szellemének a kenete. Megvallás A kenet letöri az igát az életem bármely igája letörik Isten kenetének köszönhetően. A kenet letöri a betegség igáját most az életemben és a testemben. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregek ura. Zakariás 4.6 Isten szelleme által Amikor Kentucky államban jártam, egy nő odalépett hozzám az egyik Isten tiszteleten, és azt mondta, az ima csoportom egyik nő tagjának Két oldali tüdőrákja van. Kómába esett, és a kórházban oxigén sátor alatt tartják. Az orvosok azt mondták, hogy nem éli túl az éjszakát. Eljönne imádkozni érte? Nem tudok elmenni, feleltem, de van önnél egy zsebkendő? Csak hétköznapi textil zsebkendőt hordok magamnál. Van a táskámban egy tiszta, felelte. Rendben, hagytam jóvá. Ráteszem a kezem, amikor szolgálok a kenet alatt. Ön pedig ráhelyezi majd a kendőt a testvérnőre. Ez működni fog? kérdezte. Ugyanolyan jól, mintha személyesen tenném rá a kezem, biztosítottam őt. Rátettem tehát a kezem a zsebkendőre, ő fogta és bevitte azt a kórházba. Este fél tíz körül felhajtotta az oxigén sátrat, és a zsebkendőt a testvérnőre tette. Két órával később a nő magához tért, és azt mondta: Meggyógyultam. Az orvos kételkedett. Néha jobban lesznek, mielőtt meghalnak, mondta. Az orvosok további három napon át a kórházban tartották, utána azonban hazaengedték. Elismerték, nem értjük, mindkét tüdeje tiszta. Minden vizsgálat, amit elvégeztünk rajta, negatív. Semmi baja. Kell lennie valami összefüggésnek. Ez az összefüggés pedig Isten szellemének a kenete. Megvallás. Nem a saját erőm és hatalmam által gyógyulok meg. Hanem Isten szellemének a segítségével. Isten kenete meggyógyít most engem. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Róma 8.11 Maradj nyitott Istenre! Ne te próbáld megmondani Istennek, hogy milyen módon gyógyítson meg. Az Úr időnként azt mondta nekem a gyógyulással kapcsolatosan, Ez alkalommal csak így gyógyulhatsz meg, Ha így nem kapod meg, akkor máshogy sem fogod. Akkor meg leszel nélküle. Nos, gyorsan összhangba kerültem az Úrral, és meggyógyultam. Nyitottnak kell maradnunk Isten szellemére, és hagynunk kell, hogy vezessen és irányítson minket. Meg kell értenünk, hogy Isten gyógyító ereje ma is olyan valóságos, amilyen mindig is volt. Nem szűnt meg létezni amikor Jézus meghalt a kereszten. Hallottam már ilyeneket emberektől. Igen, de Jézusnak gyógyító kenete volt. Ez a gyógyító erő azonban nem tőle jött, hanem az atyától. Az apcsel 10.38-ban ez áll hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust szent szellemmel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Isten gyógyító ereje, Pál apostól halálával sem szűnt meg létezni. Ilyeneket is hallottam már emberektől. Igen, de Pál apostol volt. Olvassuk el újra az apcsel 19.11-et. Ez az igevers nem Pál apostol tetteiről, hanem Isten tetteiről számol be nekünk. Isten rendkívüli csodákat tett pálkeze által. Isten nem halott. Az ő gyógyító ereje ma is ugyanolyan valóságos, amilyen mindig is volt. Megvallás. A gyógyító erő Istentől jön. Követem a Szent Szellem vezetését abban, hogy hogyan kapom meg a gyógyulást Istentől. Nekem mindegy, Isten hogy akar meggyógyítani. Miközben követem az utasításait, a gyógyító erő megeleveníti a halandó testemet. És történt, hogy egy embert temettek, és mikor meglátták a csapatokat, gyorsan oda tették azt az embert az Elizeus sírjába. De amint oda jutott és hozzáért az Elizeus tetemeihez, megelevenedett, és lábaira állt. Kettő királyok, 13.21. Feltámadás a halálból Valamivel azután, hogy Elizeus prófétát eltemették, meghalt valaki. Ahogy az izraeliták egy csoportja a temetésre igyekezett a holttesttel, Portyázó Moabitákat pillantottak meg. Gyorsan kerestek egy helyet, ahová halottat letehetik. Meglátták Elizeus sírját, és Elizeus teste mellé helyezték a férfit. Amikor a halott férfi teste Elizeus csontjaihoz ért, megelevenedett. Feltámadt a halálból bár Elizeus teste már enyészetnek indult, elég erő, elég megmaradt kenet volt a csontjaiban ahhoz, hogy feltámasszon egy embert a halálból. Néhányan azt kérdezik, ez az erő miért nem támasztotta fel Elizeust is? Megfigyelted már a Bibliában, hogy idős emberek sosem támadtak fel. Mindig gyerekek, fiatalok vagy középkorúak támadtak fel. Miért? Mert ők még nem élték le a teljes életüket. Elizeus leélte az életét, ez a bizonyos halott férfi azonban még nem volt öreg. Idő előtt halt meg. Isten nem ígért nekünk olyat, hogy örökké fogunk élni a földön. Ő azt ígérte, napjaid számát teljessé teszem. 2 Mózes 23-26 Megvallás! Isten azt ígérte, hogy betegség nélkül élhetem az életemet a földön. Hálát adok Istennek az ő gyógyító erejéért, a testi egészségért és a gyógyulásért. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az úrnak cselekedeteit. Zsoltárok 118-17. Az orvosok már semmit sem tehettek. 1943-ban Isten visszaküldött engem és feleségemet Texasba egy fekete földű, észak közép kis mezővárosba. A gyülekezetünk egyik női tagja úgy 15 mérföldre onnan élt, az édesanyja azonban közvetlenül a gyülekezet épülete mögötti házban lakott. Amikor az édesanyja megtudta, hogy a feleségem és én a lánya városában készülünk vásárolni, azt kérdezte. Hegint nem akarok rátok akaszkodni, de veletek tarthatnék, hogy meglátogathassam a lányomat? A főúttól két ház lakik, csak tegyetek ki ott, és besétálok. Persze, jöjjön nyugodtan, feleltem, a lánya házáig vittük, azután elmentünk bevásárolni. Késő délután, úgy hat óra körül elmentünk érte. A lánya azt mondta, Hegény testvér, lakik egy nő az utca végén, aki ágyban fekszik. Imádkoznál érte? A férje bevitte őt a helyi klinikára, de az orvosok megállapították, hogy semmit sem tehetnek érte. Túl gyenge. Egyre gyengülni fog, míg végül meghal. Több problémája van, folytatta a lány. Az egyik ezek közül a vérbetegség, ami már az utolsó stádiumban van. A férje, aki nem keresztény, nem volt elégedett az orvosok véleményével. Egy mentőautóval átvitette őt egy másik klinikára, egy másik városba. Azon a klinikán is több napig vizsgálták az asszonyt, de ugyanazt tudták megállapítani. Már nem sok ideje van hátra. Még azelőtt meghalhat, hogy hazaérne vele. Megvallás Isten nagyobb, mint az orvos diagnózisa. Isten nagyobb, bármely negatív vizsgálati eredménynél. Mindegy, hogy az orvosok mit mondtak nekem – én hiszem, hogy Isten meg tudja fordítani a körülményeket. Akkor megérintette az ő szemeiket, ezt mondván, legyen nektek a ti hitetek szerint. Máté 9.29 Képesség a hitre. Azután a lány tovább beszélt. A férj a második klinikán kapott eredményekkel sem tudott megelégedni, ezért egy mentőautóval egy további klinikára, egy újabb városba vitette az asszonyt, ami még messzebb helyezkedett el a lakóhelyüktől. Ott is ugyanazt mondták akár haza is viheti. A vérbetegsége az utolsó stádiumban van. Már nem sokáig bírja. A férj végül hazavitte őt. A lány meghallotta, hogy a nő milyen állapotban van, és elment meglátogatni. Megtudta, hogy az asszonynak van üdvössége, és szent szellemmel is betöltekezett. A pásztora már megkente őt olajjal, és imádkozott érte. Nem tudom, miért nem gyógyult meg. A lány beszélni kezdett a betegnőnek arról, hogy mik történnek a gyülekezetünkben emberek minden héten üdvösséget kapnak, meggyógyulnak, és betöltekeznek szent szellemmel. Egyfolytában csodák történnek. Már majdnem hat óra volt, és aznap este Isten tiszteletet tartottunk a gyülekezetünkben, tehát haza kellett térnünk a gyülekezeti tagunk ragaszkodott hozzá. Hegint testvér, amióta beszéltem ennek a nőnek rólad és a gyülekezetünkről, azt mondogatja, hogy hiszi, ha te imádkoznál érte, meggyógyulna. A hitre való képessége egész idő alatt jelen volt. Nem tudom, hogy miért nem hit akkor, amikor a pásztora imádkozott érte. Amikor azonban ez a nő hallott arról, hogy Isten mit cselekszik a gyülekezetünkben, kijelentette, hiszem, hogyha hegint testvér eljön, és imádkozik értem, akkor meggyógyulok nem utasíthattam őt el. Megvallás. A saját hitem szerint kapok. Nem mások hite szerint. Hiszek Isten igéjében, és hittel a szerint cselekszem. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei, Atyám. Máté 18-19. Két ember egy akaraton. A lány, az édesanyja, a feleségem és én elsétáltunk a beteg nőházához. Bementünk, a lány pedig bemutatott minket egymásnak. Nem hallottam a beteg szavait. Le kellett térdelnem, és közel kellett hajolnom hozzá még a suttogás is kimerítette. Nem volt elég ereje ahhoz, hogy felemelje a karját, és kezet rázzon velünk. Teljesen legyengülve feküdt az ágyban, úgy szólván csontá és bőré fogyott. Amikor közel hajoltam hozzá, hallottam, Mit mond? Amióta XY testvérnő beszélt nekem önről, azt mondogatom neki, hogy ha eljönne és imádkozna értem, tudom, hogy meggyógyulnék. Nos, mit mondhattam volna? Azt, hogy nem fog meggyógyulni. Nem. Azt mondtam neki, igen, meg fog gyógyulni. Ha két ember egyetért valamiben, akkor megkapják azt, amiben megegyeztek. A feleségem és én letérdeltünk az ágyhoz, a nő homlokára tettem a kezem, és imádkozni kezdtem. Azután az Úr szólt hozzám. Ne imádkozz, hanem kelj fel, és mondd meg neki. Meggyógyult, keljem fel az ágyból, és járjon. Nos, hogy rövidre fogjam, megtettem, és ő is megtette és Isten is megtette a részét. Ez csütörtökön történt. Vasárnap már eljött a gyülekezetbe, ugrándozott és újjongott, valamint bizonyságot tett arról, hogy felkelt a halálos ágyból. Megvallás. Amikor két ember, egyetért valamiben megtörténnek a dolgok. Amikor egyetértünk Isten igéjével, eredményeket látunk. Monda neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. János 5-8. Tud járni. Egy pásztor barátom meghívott egyszer, hogy vasárnaptól szerdáig prédikáljak nála, az Isten gyülekezetének egyik közösségében. Annak a gyülekezetnek tagja volt egy 48 éves férfi is, aki egy lépés sem tudott még megtenni az élete során. Javarészt egész életében tagja volt annak a gyülekezetnek. Tudtam, hogy amikor hétfő este kézrátétellel imádkoztam érte, Isten gyógyító ereje a testébe hatolt. Ezt neki is elmondtam miközben tovább léptem, hogy másoknak is szolgáljak a gyógyító imasorban, a gyülekezet néhány tagja próbálta őt felsegíteni, hogy tegyen néhány lépést, de nem tudott. Amikor elengedték, a földre huppant. Végül feladták, visszaültették a férfit a székébe, és magára hagyták. Valaki hazavitte. Másnap ismét elhozták a gyülekezetbe. A pásztor és én a gyülekezet mellett parkoltunk le az autóval. Ültünk az autóban egy darabig, és egy bizonyos ige szakaszról beszélgettünk. A gyülekezet épülete nagyon régi volt. Meredek lépcső fokok vezettek a bejárathoz. Egyszer csak a pásztor felkiáltott. Oda néz, oda néz! Nos, felnéztem, és láttam, hogy egy férfi felszalad a lépcsőkön az épületbe. Csendben visszafordultam a pásztorhoz, mert tudni akartam, mit szeretne mondani arról az igeversről, amiről beszélgettünk. Ő azt kérdezte, hát nem fogtad fel, ugye? Hát hogy érted, kérdeztem vissza. Az XY testvér volt. Nem tudtam a férfi nevét. Számomra semmit sem jelentett akkor. Azt kérdeztem: Hát, hogy érted, hogy XY testvér? Hát ő az a férfi, magyarázta aki sosem járt korábban. Közel negyven éve tagja a gyülekezetemnek, de sosem tudott járni hát ő szaladt fel a lépcsőn az előbb. Akkor már én is felvillanyozottam. Megvallás. Tudom, hogy Isten gyógyító ereje működik. Én együtt működöm Isten gyógyító erejével az életem során. Most meg tudom tenni, Amire azelőtt képtelen voltam. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40-29. 31. Az erő hulláma. A pásztor felkérte ezt a férfit, aki sosem járt azelőtt, hogy tegyen bizonyságot. Ő elmondta, tudtam, hogy a gyógyító erő a testembe áradt. Éreztem, ahogy elönt mint egy meleg bizsergés. Mégsem tudtam még járni. Nem voltam jobban. Hazavittek, és a legfiatalabb öcsém besegített az ágyba. Látod, ez a fiatal férfi olyannyira tehetetlen volt, hogy magától nem tudott felöltözni, és levetkőzni sem. Így folytatta. Elalvás előtt azt mondtam, Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem, és ez az erő dolgozik most bennem, hogy meggyógyítson. Amikor másnap reggel felébredtem, a családom felsegített az ágyból, és a széken tett. Azután a nap folyamán többször is kimondtam: Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem. Ez az erő dolgozik most a testemben, hogy meggyógyítson. Amikor ezeket a szavakat megvallottam, éreztem a testemben az erőt. Olyan volt, mintha melegség öntött volna el. Hirtelen, részletezte a férfi, hirtelen úgy éreztem, hogy erő hullámzik át rajtam. Sosem voltam képes lábra állni. Akkor azonban késztetést éreztem arra, hogy felálljak, ezért felnyomtam magam. Életemben akkor álltam először. Áldogáltam ott egy pár percig, és amikor úgy tűnt, hogy elfogok esni, Visszaültem. Ültem ott és dicsértem Istent, mert az ő gyógyító erejével szolgáltak nekem. Mielőtt még észbe kaptam volna, újra lábra álltam és járni kezdtem. És azóta is járok. ez a férfi le is maradhatott volna a gyógyulásáról, miután szolgáltam neki. Azt is mondhatta volna, éreztem, hogy az erő átárat rajtam, de nem működött. Ezrek mondták már ezt. Éreztem az erőt, de nem lettem jobban. Ez a férfi azonban másképp beszélt. Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem, és ez az erő most is működik bennem. Dolgozik a testemben, hogy meggyógyítson. Hála Istennek, megtette. Mindannyian szemtanúi voltunk megvallás. Isten gyógyító ereje dolgozik a testemben, hogy meggyógyítson engem. Dolgozik bennem most is. Ő pedig mondta neki, lányom, a te hited meggyógyított téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Márk 5.34 Adj hitet az erőhöz. Az évek során azt figyeltem meg, hogy sokan azt gondolják, mivel érzik, hogy Isten ereje a testükbe árad, automatikusan meggyógyulnak. Időről időre vannak olyanok, akiknek ez gáncsot vet, és azt kérdezik tőlem, Hegin testvér, tud segíteni nekem? Ilyenkor mindig azt felelem, hát, ha tudok, segítek ők azt válaszolják. Amikor imádkoztál, értem, éreztem, ahogy Isten ereje átárat rajtam. Egy melegség töltött el, és az összes tünetem eltűnt. Napokig olyan jól éreztem magam, mint soha azelőtt. Most azonban minden tünetem Visszatért. Rosszabbul vagyok, mint voltam. Tud segíteni nekem? Igen, egész biztosan bátorítom őket. Nos, azt gondoltad, hogy érezted a gyógyító erőt, és emiatt meggyógyultál, így van? Igen, így van. Nyugtázzák ők. Nos, folytatom ilyenkor, ez jó, de nem társítottál hitet az erőhöz. Azt gondoltad, hogy pusztán az erő önmagában elvégzi a munkát. Hitet is kell adnod azonban az erő mellé. Jézus azt mondta, a Márk 5.34-ben. Lányom, a te hited gyógyított meg téged. Mi végezte el a gyógyítást? Az asszony hite. Azután ezek az emberek ismét azt kérték, hogy kézrátétellel imádkozzak értük ez alkalommal, miután meggyógyultak, meg is tartották a gyógyulásukat, még évekkel később is egészségesek voltak. Meg kell értenünk a következőket. Van, hogy Isten gyógyító erejével olyan mértékben szolgálnak egy beteg embernek, hogy szemmel láthatóan feltöltődik Isten erejével. Mégsem gyógyul meg véglegesen addig, amíg valami fel nem szabadítja a hitét. Megvallás Hitet vegyítek Isten erejéhez, annak érdekében, hogy megkapjam és megtartsam a gyógyulásomat. Megtudakolta tőlük az apa az órát, amikor jobban lett a fia, és azt mondták neki, hogy az előző nap hét órakor hagyta előtt a láz. Ebből az apa megértette hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él. János 4.52.53 Az állapotod javulni kezdhet. Szeretném, ha visszaemlékeznénk arra a nőre, akiről korábban beszéltem, és akit mentővel hoztak el egy kaliforniai összejövetelemre. Ahogy korábban említettem, szakápolót fogadtak mellé. Még sosem láttam annyi orvosi műszert egy istentiszteleten. Úgy értem, egy gép lélegeztette, ami nagyon zajos volt. A gép nélkül a nő meghalt volna. Miközben kézrátétellel imádkoztam az emberekért, odaléptem ehhez a nőhöz. Azt kérdeztem az ápoló nőjétől. Érti, amit mondanak neki? Ő azt felelte. Igen, megérti alig tud reagálni, de érti, amit mondanak neki. Közelebb hajoltam a füléhez, mert a gép nagyon hangos volt. Azt kérdeztem tőle. Kézrát tétellel fogok imádkozni önért. Hallotta, amit az Isten tiszteletem prédikáltam? A nő semmit sem mondott, csak biccentett egyet. Amikor önre teszem a kezem, folytattam, Isten ereje a testébe árad. Amikor rátettem a kezem, éreztem, hogy erő árad belé. Éreztem, hogy melegség áramlik a kezemből a testébe. Megkérdeztem tőle, hogy ő is érezte-e ezt. Ő pedig azt suttogta: Igen, érzem. Akkor ennyi, feleltem. Egy fokkal sem nézett ki jobban. Az állapota Jottányit sem javult. A gép lélegeztette, és ugyanolyan tehetetlen volt, mint előtte. Én azonban tudtam, hogy megtettem, amit Isten mondott nekem, és ő is elismerte, hogy hisz. Visszatették a nőt a mentőautóba, és hazaszállították. Másnap, amikor újra elhozták, valamivel éberebbnek tűnt, és jobban volt egy kicsit. A harmadik napon lekapcsolták őt a lélegeztetőről, ő pedig felült az ágyon. Egy pár napon belül talpra állt. Mikor kapta meg ez a nő a gyógyulását, és kezdett jobban lenni? A harmadik napon? Nem. Attól az órától kezdett jobban lenni amikor kézrátétellel imádkoztam érte, és hittel átvette Isten gyógyító erejét. Megvallás. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyógyító erő a testembe hatol, kezdek jobban lenni. Az érzéseimtől, és a látszattól függetlenül. Minden nap egyre jobban vagyok, amíg a gyógyulásom végül teljesen megnyilvánul. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jakab 5.16 Ne hagyj fel az imádkozással! 1953 tavaszán a texasi Dallasban prédikáltam, ahol két úriember lépett oda hozzám, és arról számolt be, Hegény testvér, nem tudom, hallottál-e róla, de úgy két évvel ezelőtt néhány fiatalunk karambolozott. Az egyik fiatal nő gerince két helyen is eltört, és a nyaka is összeroppant. Az egész város imádkozott ezért a fiatal nőért. Az egyik orvos azt mondta, Hagyniuk kellene meghalni. Rájött, hogy az emberek imája tartja még itt a nőt. Szerintünk nem fog már magához térni, mondta. Még ha vissza is nyerné az eszméletét, akkor sem értene semmit. Az agya nem működne megfelelően, és csak vegetálna. Az emberek azonban nem adták fel. Folytatták az imádkozást. Végül a nő magához tért, és az elméje kitisztult. Egy évet kórházban feküdt, azután terápiára járt. Egy idő után a felső testét valamennyire használni tudta. Egy újabb éven át, Otthon lábadozott egy speciális ágyon, nem tudott felkelni. Valakinek ülő helyzetbe kellett állítani az ágyat, mert magától nem tudta megemelni a testét. Valamennyire a kezeit is mozgatni tudta. Megvallás. Az igaz ember buzgó könyörgése, igen hasznos. Tovább imádkozom a szeretteimért, és azokért, akiknek gyógyulásra van szükségük. Isten hűségesen megválaszolja az imádságaimat. Az egész sokaság igyekezett megérinteni Jézust, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Lukács 69. Egy érzés A fiatal nő felépült valamennyire, de a teste alsó részét még továbbra sem tudta használni. A testvére elmondta nekem – elhozzuk őt az egyik esti Isten tiszteletre. Mielőtt eljön, magyaráztam nekik, szeretnék küldeni egy üzenetet neki, hogy olvassa el. A lány még egyetlen üzenetemet sem hallotta előtte a hitről és a gyógyulásról. Meg tudja tartani a kezében a Bibliáját? Igen, felelte a testvére. A kezébe tudja fogni a kisméretű új szövetségét. Odaadtam neki az egyik nyomtatott prédikációmat, és azt mondtam. Szeretném, ha a lány elolvasná ezeket az ige verseket. Szerettem volna belé építeni az igét. A Roma 10.17-ben az áll. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Szerettem volna, ha elkezdi megvallani az igét. Mentő autóval hozták el a lányt. Letérdeltem a hordágya mellé, és rátettem a kezeimet a lábfejeire és a bokáira. Éreztem, ahogy Isten ereje kiárad a kezeimből, a lábaiba és a bokáiba. Tudtam, hogy derekától lefele semmit sem érez, de megkérdeztem tőle. Érzed? Valami melegséget érzek, felelte. Egy melegség árad ki a kezeidből a lábaimba. Egy darabig térdelek itt, és a kezeimet a lábfejeden hagyom, magyaráztam neki. Azután megszólalt. Olyan érzésem van, mintha a lábaim meggyulladnának. Felálltam, és arra szólítottam. Mozgasd meg a lábaidat. Ő pedig mozgatni kezdte őket. Látni lehetett, hogy a lábai mozognak a takaró alatt. Azután azt kértem tőle: Húzd fel a térdeidet! Felhúzta a bal lábát, és azt mondta: A jobb oldalit nem tudom mozgatni, de meg tudom mozdítani a lábfejemet és a láb ujjaimat. Nos, biztattam tovább nem tudok mindent, de valamiben biztos vagyok. Járni fogsz. Isten erejével szolgáltam neked. Megvallás. Időt töltök azzal, hogy elmélkedek a gyógyító igeverseken. Magamba építem Isten igéjét, mert a hit Isten igéjének a hallásából jön. Azután pedig felszabadítom a hitemet, és átveszem a gyógyulásomat. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. Zsidókhoz írt levél 4.2. Vegyítsd hittel az erőt. Valamivel később, még mindig Texasban prédikáltam, abban a gyülekezetben, ami akkor az anyagyülekezetünk volt. Az Isten tisztelet után a pásztor és én a feleségeinkkel együtt Dallasba mentünk ebédelni. Az étteremben ültünk, amikor egy fiatal nő besétált a szüleivel. Hát az a lány volt az, aki érti imádkoztam. Úgy járt, ahogy mindenki más. Az asztalunkhoz lépett, és megszólított minket azt kérdezte. Hegint testvér, emlékszik arra, hogy azt mondta nekem, járni fogok? Hát persze, feleltem. Tudtam, hogy lábra állsz, ha vegyíted a hitedet Isten erejével. Biztos voltam benne, hogy Isten erejével szolgáltam neked másnap reggel, miután imádkoztam érte, a hite megmozgatta azt az erőt, amivel már szolgáltam neki. Ha a hite nem késztette volna cselekvésre az erőt, akkor nem nyilvánult volna meg a gyógyulása sem. Efelől biztos vagyok. A fokozatos gyógyulás Két dologtól függ. Az első az átadott gyógyító erő mértékétől, és a második a hit mértékétől, ami cselekvésre készteti az átadott erőt. A zsidó négy-kettőben azt olvassuk, mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Nem fogsz gyógyulást kapni a mennyből, ha nem hiszel benne, hogy meggyógyulhatsz. Amíg tudatosan meg nem ragadod ezt az igazságot, addig sosem leszel képes alkalmazni a testedre, a lelkedre és a szellemedre úgy, hogy a javadra váljon. Megvallás. A hit és az erő verhetetlen kombináció. Én hittel vegyítem Isten erejét ahhoz, hogy gyógyulást kapjak az egész lényemre. És jól lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Négy Mózes 13.31 Nem lehet összehasonlítani. A négy Mózes 13-ban olvasunk arról, hogy 12 kémet küldtek el Kánaán földjének kikémlelésére. A kémek közül tíz rossz jelentést adott. Ők kételkedtek. Nem tudjuk elfoglalni azt a földet. Nem vagyunk képesek rá. Két kém azonban Józsué és Káleb azt mondta menjünk fel azonnal, és foglaljuk el azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Ez azt jelenti, meg tudjuk tenni. Tudod, az élet viharai mindenki utolérnek. Ne gondold, hogy a könnyedség virágos mezején fogsz átsétálni az életen az én hittem azonban felbuzdul, és a bizalmam megerősödik azáltal, hogy szembenézek a problémával, a nehézséggel és a megpróbáltatással. Továbbá kijelentem, nagyobb ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. 1 János 4.4 azután újongani kezdek. Mi alatt kiáltozom, körbenézek, és a problémák már szerte foszlottak. Amikor valaki saját maga és a saját képességei helyett Istenhez és az ő képességéhez méri a betegségét, vagy a nehézségét és a megpróbáltatását, amin keresztül megy. A kettő között akkora különbség van, mint az elefánt és a hangya között. Megvallás A betegség nem ellenfél Istennek. Ő nagyobb a betegségeknél. Én pedig képes vagyok győzni, mert nagyobb ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Lukács 15.32 A tékozló fiú Az 1950-es években olvastam egy bizonyságot, amit a hadi tengerészet titkára hagyott jóvá. Leszögezte. Ezek valós tények. És azért támogatjuk a cikk megjelenését, hogy megmutassuk, mire képes a hit és az imádság. Az amerikai haditengerészet történetének egyik legfiatalabb tisztje, az egyik admirálisuk, Rákos lett. A májának a 90%-a elsorvadt, amikor a rákot diagnosztizálták, a májának csak mintegy 10%-a funkcionált. Egy elfekvő korterembe helyezték el a kórházban. Azokról, akik abban a korteremben voltak, már lemondtak. Az orvosok azt mondták, hogy tíz napon belül meg fog halni a fiatal tiszt elmondta. A félelem olyan erősen jelen volt abban az elfekvő korteremben, hogy vágni lehetett volna. A légkör tele volt félelemmel. Én is féltem. Ahogy azonban ott feküdtem éjszaka, visszaemlékeztem, hogy fiatalon Megismertem az Urat. Luteránus gyülekezetben nőttem fel, és 13 éves koromban személyesen megismertem Jézust. 19 évesen azonban elfordultam tőle, és azóta is távol éltem az Úrtól. Eszembe jutott a tékozló fiú története és így imádkoztam. Uram, én vagyok az a tékozló fiú. Hazatérek. Könnyek közt feküdtem aznap éjjel az ágyban. Nem a szomorúság, hanem az öröm könnyei között. Ha nem zavarta volna a többieket, Szerintem újjongtam is volna. Isten békessége betöltötte a szívemet. Megvallás! Kérlek, Jézus, fogadj be, mint ahogy az igédben megígérted, hogy azokat, akik hozzád jönnek, semmiképpen nem vetett ki. Teljes szívemmel hozzád jövök, és megköszönöm, hogy a bűn terhe most legördült rólam. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Példa beszédek 20-27. Hallgas a szellemedre! Azután ez a fiatal admirális, aki rákban haldoklott, azt mondta az Úrnak. Tudom, hogy az orvosok szerint a májam 90 a elsorvadt a rákban, és csak 10 százaléka működőképes. Azt is tudom, hogy az orvosok szerint 10 napon belül halott leszek. Már nem félek a haláltól. De egyszerűen nem tudok hinni abban, hogy te ezt akarnád halljak meg az én koromban, és hagyja mit a feleségemet, és a két gyermekemet. Ezt nem tudom elhinni. Tudom, hogy te mindent meg tudsz tenni. Tudom, hogyha fájna a fejem, akkor meg tudnád gyógyítani a fejfájásomat. És biztos vagyok benne, hogy megvan hozzá az erőd. Neked ugyanolyan könnyű a májrákot is meggyógyítani, mint a fejfájást. Arra kérlek, hogy gyógyíts meg engem, és hiszem, hogy meg is fogod tenni. Eszébe jutottak olyan igeversek, amelyeket gyermekként tanult a vasárnapi iskolában. Elkezdte idézni ezeket. A felesége másnap meglátogatta, és könnyekben tört ki. Azt gondolta, hogy hamarosan elveszti a férjét. A férfi azt mondta neki: Édesem, ne sírj! Eltávolodtam az úrtól, de már visszatértem hozzá szeretném, ha tudnád, hogy nem fogok meghalni. A felesége azt mondta neki, igen, de az orvosok szerint meg fogsz halni. Nem érdekel az orvosok véleménye, tartott ki a férfi. Gondolj bele, a tiszt sosem hallott tanítást a hitről és a gyógyulásról. Csak követte a szellemét, és tudta, hogy Isten meg fogja gyógyítani őt. Harmad napra olyannyira javult az állapota, hogy az orvosok elvégeztek néhány speciális vizsgálatot, és megállapították, hát nem értjük, a mája már nem tíz, hanem ötven százalékban funkcionál. Néhány nappal később a mája már száz százalékban működött. Megvallás. Nagyobb ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. A nagyobb él bennem, és ő nagyobb a betegségnél, ő nagyobb a fájdalomnál, és nagyobb a szenvedésnél. Ő nagyobb az ellenségnél, nagyobb a nehézségeknél, nagyobb a megpróbáltatásoknál, és minden másnál is, amivel szembe kell néznem. nem halok meg, ha nem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Zsoltárok 118. 17. Éj és hirdesd az Úr tetteit. Ebben az újságcikben azt is leírták, hogy olyan ember nem lehet a haditengerészet tisztje, Akinek korábban valamilyen súlyos betegsége volt. Az admirális tehát nem szolgálhatott tisztként a gyógyulása után. Megjelent a kongresszus előtt. Lenyűgözött, amit mondott. Beszámolt nekik a gyógyulásáról, azután hozzátette miután kiengedtek a kórházból, és naponta olvasom a Bibliámat, rájöttem, hogy Isten legalább 70-80 évet ígért az embereknek. Én még a felénél sem járok. Nyugdíjba vonulhatnék, és üldögélhetnék az életem hátralevő részében, de szeretném, ha tudnák, uraim, hogy nem magamért akarok élni, elsősorban Istenért akarok élni, és szolgálni akarom a hazámat. Egész életemben arra képeztek, hogy szolgáljam a hazámat, és szeretném folytatni ezt. Elsőként azonban Istent fogom szolgálni. Végül egyhangúan megszavazták, hogy visszahelyezik a korábbi pozíciójába. Szerintem ez volt az egyik legnagyszerűbb bizonyságtétel egy olyan embertől, akit sohasem tanítottak a gyógyulásról, de hallgatott a szellemére, amint helyreállt a kapcsolata Istennel. Hatalmas Isten szolgálunk! És a lényeg, amit ki akartam hangsúlyozni ezzel, a májrák nem jelentett nagyobb problémát Istennek, mint egy fejfájás. Megvallás. A bennem élő nagyobb a gyógyító. Krisztus lakik bennem, a szent szellem. És az ő ereje által a gyógyító él én bennem. És ő dolgozik a testemben, hogy meggyógyítson. Igényt tartok a gyógyulásra és az egészségre. Betegség, neked távoznod kell. A testemből. Én Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultam. És az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. Lukács 5:17. Az erőnek célja van. Emlékszem, az Isten gyülekezetének egyik utazó szolgálójára, aki izgalmas kijelentést kapott Isten erejéről. Az egyik szombat este egy bizonyos gyülekezetben szolgált. Mi alatt a gyülekezet énekelt, ő az emelvényen ült. Hirtelen erő hullámzott be abba a kis gyülekezeti terembe, és átáradt a testén. Kedvelett volna felugrani és újongani, de nem tette. Nyugodt maradt. A gyülekezet tagjai tovább énekeltek, és az erő hulláma pedig végig söpört a gyülekezeten. Amikor ez az erő harmadjára is végig söpört rajtam, számolt be a szolgáló, kedvem lett volna kiáltozni, szögdécselni, futni, és mindezt egyszerre. Szó szerint oda kellett szegeznem magam a székhez. Úgy tűnt, lebegni kezdek. A férfi azt mondta az úrnak. Tudom, hogy ezzel biztosan más célod van, nem az, hogy én újjongjak és remekül érezzem magam az úrral. Hiszek a kiáltozásban, de senki más nem újjong éppen. Énekelnek. Mi a célod ezzel? Ezzel nagyjából egy időben kinyílt a gyülekezet bejárati ajtaja, és egy tolószékes nőt toltak be rajta. A szolgáló figyelte, ahogy végig tolják a közlekedő folyosón, és szinte pont előtte találnak helyet neki. Később beszámolt róla. Isten szelleme azt mondta nekem, azt akarom, hogy erre használd az erőt. Aztán azon kaptam magam, hogy a dicsőítés közepén felállok, a nőre mutatok, és azt mondom neki. Testvérnő, Jézus nevében kelj fel, és járj. Isten a tanum, hogy felkelt abból a tolószékből, és járt. A szolgáló később megtudta, hogy a nő évek óta tolószékben ült. Két agyvérzése miatt lebénult. Az orvosok azt mondták, hogy élete végéig nem fog felépülni. Ő azonban fellesétált a patsorok között megvallás. Hiszem, hogy Isten ereje jelen van, hogy meggyógyítson. Felszabadítom most az Istenbe vetett hitemet, és átveszem a gyógyulásomat. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Zsoltárok 63-3. Kihúzták belőlem Isten erejét. Kézrát tétellel imádkozom a betegek gyógyulásáért, és hittel szolgálok nekik, Isten gyógyító erejével. Tudom, mikor árad a testükbe a gyógyító erő. A kezeimen érzem. Valamiért azonban sok beteg nincs tisztában ezzel. Az utóbbi olyan érzés, mintha rámarkolnék a kilincsre. Nincs válasz reakció. Olyat is láttam már, hogy ezek az emberek cselekvő hittel később visszatérnek, és azt kérik: Csak te dráma kezedet még egyszer! Most azonnal kapni fogok. Amikor feléjük nyújtom a kezem, olyan érzésem van, mintha kirántanák belőlem az Isten erejét különösen emlékszem egy nőre. Nem tudtam előre, hogy megtörténik, ami történt. Sőt, amíg nem kezdtem el feltápászkodni, azt sem tudtam, mi történt valójában. Amikor kézrátétellel imádkoztam érte, Isten ereje olyan erővel áradt ki belőlem, hogy a nő a földre esett, én pedig ráestem. Még csak nem is voltam tudatában annak, hogy zuhanok. Nem vettem észre, hogy lehuppanok a földre. Olyan érzés volt, mintha valaki hirtelen leütött volna mindkettőnket. De tudod, a nő hittel jött előre. Egész más, amikor olyan emberekre teszem a kezem, akik hittel jönnek előre. Olyan erősen húzzák ki belőlem az Isten erejét, hogy az még engem is meglep. Megvallás. Hittel jövök Istenhez. Ő pedig válaszol a hitemre, mert a hit az tetszik neki. Amikor a hitem párosul Isten erejével, természet feletti robbanás történik, ami betölti minden szükségemet. Mi végből imádkozunk is mindenkor ti értetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra. És töltsön betiteket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. Kettő teszalunka 1.11. Hit és erő Emlékszem egy úri emberre, akiért úgy 15-16 alkalommal imádkoztam kézrátétellel, egy hosszan tartó összejövetel sorozat alkalmával. Azt gondoltam magamban, hát ez a szegény ember Drága Uram, minden alkalommal, amikor kézrátétellel imádkoztam érte, olyan érzésem volt, mintha a kilincset fogtam volna meg. Valahogy azonban mégis sikerült neki megmozdítani a hitét. Az emelvényen álltam, és rátettem a kezem az emberekre, ahogy elhaladtak előttem általában imádkozom is, amikor ráteszem a kezem a betegekre. Mivel azonban már sokszor imádkoztam ezért az úri emberért, csak meg akartam érinteni őt, azután pedig tovább küldeni. Azt gondoltam, úgysem fog semmit sem kapni. Amikor azonban a férfi homlokához értem, úgy húzta ki belőlem Isten erejét, hogy szinte csak egy villanást láttam. Olyan volt, mintha elektromos vezetéket fogtam volna meg. Ugyanis Isten ereje a szellemi világban nagyon hasonlít a fizikai elektromossághoz. Úgy értem, a szemem majd kiugrott. Tágra nyílt szemekkel olyasmit láttam, mint a villámlás. Megvallás A hit munkára fogja Isten erejét. A hit cselekvésre készteti Isten erejét az erő inaktív, tétlen és élettelen, amíg valaki nem gyakorol hitet. Én gyakorlom a hitem, és az én hitem munkára és cselekvésre készteti most Isten erejét a testemben.